Egészen elképesztő igénytelen állapotok uralkodnak Miskolcon a lyukósi 16-os buszon, ahogy az majd a felvételeken is látszik. Pontosan jól látszik, az utazóközönség egy része azt a fajta igénytelen életmódot, amit otthon folytat, azt hozza magával a buszra is. Én meg emlékszem arra, amikor gyermekkoromban hogy apám azt mondta a busz megállóban, hogy fiam, gyorsan edd meg a fagylaltot, vagy dobjuk el, mert jön a busz, és nem lehet rá a fagylalttal felszállni. Jól látszik, hogy az elmúlt évtizedekben a törvényeknek a liberalizációja az gyakorlatilag ide vezetett. És nyilván van fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a megoldás. Rövid távon nyilván lehet ezeket a buszokon kamerákat elhelyezni, lehet rajta rendésznek szolgálatot teljesíteni, azonban ez mind-mind az adófizetők plusz kiadásaival fog járni. Viszont ugyanakkor azt gondolom, hogy azt a kérdést fel kell tennünk, hogy meddig kell eltűrni ezeket az állapotokat a buszon. Én azt gondolom, hogy egyetlen megoldás az nem más, mint a no-go zónák felszámolása. A Mi Hazánk mozgalomnak erre megvan a programja, amely a honlapunkon olvasható. Hogyha egy mondatban szeretném összefoglalni, akkor nyugodtan elmondhatom azt, hogy a program lényege az, hogy vissza kell vinni a törvényt és a normákat a no-go zónákba.